Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon köszönöm István bevezetőjét. Erre szoktam mondani azt, hogy a meditáció nulladik, az az legfontosabb technikája, hogy mersz őszinte lenni magadhoz. Addig csak a formát gyakorlod, buddhista meditációs bajnokságon veszel részt, csinálod százával, órájával, napjával, hetével az elvonulásokat, és érezheted, hogy esetleg nem megy. Hát mélyebbre kéne engedni azt a gyakorlatot. Elérje a fájdalomtestet, elérje az örömtestet, aztán elérje azt, ami nem test és az élet gyakorlat több oldalú megközelítését hallottad, amikor az életeddel, a lelkeddel, a másik lelkével találkozik, és a tiszta tudat az nem egy jól hangzó zen koncepció. Olyan, hogy buddha természet, ez eredetileg nincs. Ez egy fogalom a hajánában valahogy meg kell neveznünk azt a tisztát, azt a semmihez nem köthető, de mindenhol jelenlévőt, amelyet ha engedsz magadban működni, akkor, akkor változol. Akkor tudod meghaladni azokat a mintákat, amelyek oda, akkor is úgy hoztak téged, ahova születtél, amikor születtél, akikhez születtél hogy milyen utat járunk, milyen karmát hozunk, ennek a kettőnek a folyamatos izzásából és egymásra hatásából áll az emberi erőfeszítés. Kinek van kérdése? Szunima, szeretném megkérdezni tőled, hogy a hát 20 éve jöttél vissza Magyarországra tanítani bennünket. Nyilván, hogy sok tanítványot lépett ki a szangából, vagy templomból is, vagy tértek vissza. Nagyon érdekel az, hogy mi az, amitől ilyen türetlenül lelkesedéssel tudsz bízni továbbra is minden új tanítványban, és hogy semmiféle jelét nem látom annak, hogy, hogy a csalódás valaha is ért volna az életben ilyen téren. Egyrészt a sok csalódást tanított meg arra, hogy mi az, amiben nem lehet csalódni. Arra kell támaszkodni. És ezen az alapon kirostálódnak azok az emberek, akikben nagyon keveset fogok csalódni, vagy egyáltalán nem. Ez az utóbbi valószínűtlen, mert sem a másik fél, sem én nem vagyunk tökéletesek. Tehát a csalódást, az illúzióvesztést bele kell kalkulálni az útba. Én azt gondolom, hogy nagyon jó tanítom, tanítóim voltak, és itt külön hálás vagyok Szunkszán mester minden egyes percért, amit velünk töltött és tanított minket, a jelenlétével, a szavaival, a tetteivel és azzal a darmával, amit legjobb képességeim szerint igyekszem átadni. És van olyan pont az ember életében, amikor nem tudja, hogy mi, de mégis előre viszi. Ezt a pontot el kell érni, és ezt nem adják se olcsón, se könnyen. Itt keresztül kell menni olyan illúzióvesztéseken, csalódásokon, vesztességeken, amelyek joggal fájnak. Ezt kell. Fölülírni valamivel, ami nem tudható, de tapasztalható. Ezt kell meghaladni valahogy úgy, ahogy eddig nem tudtad. Ami eljutott odáig, hogy az egyszerhasználatos kapcsolatok helyett meg kell ragasztani a törött vázát. Mi kell ehhez? Mennyi szenvedés, fájdalom kell ehhez? Mennyi belátás, együttérzés kell ehhez? A darmát a saját tapasztalatunk alapján műveljük. Ha ezek elég hitet adnak ahhoz, hogy túljuss a nehezén, akkor az úton maradsz. A csalódás és a serkentés ugyanolyan tanító, mind a kettő. És Szunkszenzemeste sosem rendszer tanított, vagy doktrínát, Uramisten dogmatikát, hanem azt, hogy hogyan maradj ember, hogyan maradj tiszta tudattal, hogyan tartsd a helyes irányt. És ez az iránytartás az, ami számunkra a legfontosabb. Tehát tökéletes tanító nincs, tökéletes tanítás sincs, és tökéletes szanga sincs. Egymástól függünk. Egymás tűzében égünk, vagy egymás fényében látszunk. Ez a mi dolgunk. Amikor az zennel találkoztam 30 évvel, vagy elképesztő szerepválságban voltam, mert rengeteg szerep volt a színpadon, rengeteg színész játszott a darabban, a személyes darabban, de nem találtam a rendezőt. És a zen megláttatta, és a tapasztalathoz segített annyiban, hogy ez egy felnőtt műfaj. Itt nem néznek téged se gyereknek, se valamilyen alacsonyabb rendő lénynek, a buthák és az érzékszerfesz kötött lények lényege ugyanaz, és tessék dolgozni, ha akarsz változni. És hogyha magamban csalódom, akkor szeretnék abból tanulni, ha másokban csalódom, szintén szeretnék abból tanulni, és szeretnék az úton maradni. Na most ezt anélkül nem lehet, hogy ne próbálnád minden pillanatban elérni a felébredést, és segíteni másokat több mindenre rájöttem az elmúlt évtizedekben. Az egyik az, hogy ha nem segítünk egymáson, akkor ez a világ nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyorsan a kanálisba megy, a pokolba megy, a lehető legalacsonyabb szintre megy. Amit látsz a világon, ez egy érdekvezérelt segítség, tisztelet a kivételnek. A személyes megszabadulás műve nem végezhető el mások segítése nélkül idáig juss el. És akkor minden segítség önzetlen segítség lesz. És nem, ez nem egy logikai ellentmondás. Mások segítése által éred el a személyes megszabadulást. Amikor kezdesz, akkor az első száz napban úgy érzed, hogy tényleg változó. Az első 90 napos kiolcsén úgy érzed, hogy teljesen más dimenzióban vagy, mint addig. És ez így rendben is van. A karmád az így szépen fordított exponenciális görbét követve így csökken. Az első év a legnagyobb változás után, a még két-három év, és három év hú, fantasztikus, és élem is az életemet, már megtanultam leborulni, mantrázni, ülni, működik a zen eszköztár. És akkor eltelik öt év, tíz év, és még, még mindig van, sőt, amikor meditálsz, egyre rusnyább dolgok kerülnek elő, mert a Közepesek már elmentek, a könnyűek már rég elmentek, és marad veled egy-két olyan karma, ami a legszörnyűbb, és még mindig nem vagy velük kész. Még mindig megjelennek a tudat felszín fölött, és már rég megtanultál nem harcolni velük, kivonni az energiát, kivonni az azonosulást. Ez már minden szinten megy, de még mindig nincs azoknak vége és amikor rájössz, hogy ez így van rendjén, akkor valami változik, nem fognak eltűnni ezek az utolsó kemény azonosulások, maradványkarmák, kőkeményházi feladatok, hanem rámutatnak arra, hogy valójában miből vagyunk mi összerakva. Én azt látom, hogy az az elsődleges motiváció, amiért az emberek az útra térnek, ha nem szenvedésből, szükségből és a probléma megoldás igényéből fakadnak, nagyon gyorsan elporladnak, nem eléggé igazak. És az, aki a saját szenvedését megmerte látni, volt olyan bátor, hogy szembeült vele, és az utat választotta, mint megoldást, az rájön, hogy a korábbi felszínes, énes motivációja a legnagyobb akadály az úton, de mégis az hozta oda. Mégis azért kezdte el. De annak a fonákja, az a karma, ami a mélyén van, az lesz később a legnagyobb akadály. Ha ezt még nem láttad meg magadban, akkor nézd meg a korábbi családi karmádat, gyerekként, milyen szülővel milyen problémád volt. Annak a tudatküszöbb alatti, arhetipikus valóság az, ami még mindig dörömből, doromból benned, viszont anélkül nincsen motivációd. Nincs tűz, nincs hajtóerő. És a legnagyobb akadályból lehet a legnagyobb elérés akkor, hogyha mersz vele szembeülni, éntelenedni, meghaladni, és közben egy kicsit megsemmisülni. Ne félj a semmitől, mert az, ahogy elgondolod, az nincs. Az abszolút semmi az nincs és ne félj az abszolút valamitől, vagy valakitől, mert ahogy ezt elgondolod, az megint nincs. Régi zen mondás, ha találkozol a buddhával, öld meg. Ez a kettő ugyanaz. Van olyan, hogy ülsz a meditációdban, eltelt húsz év, és csak az utolsó egy-két nagy problémád van, vagy esetleg mögötte még egy pár. És mégis ez hajt előre. A legkeményebb hajtóanyag. És hogyha ezt meg tudod nemesíteni, akkor sikerült a személyiségnek egy olyan alapvető átalakulását elérni, amely biztos, hogy nem a korábbi karma ismétlése. És ez csak úgy megy, hogy te már akkor nem vagy fontos. Mint személy, nem annyira létezel, mint egy fűszál vagy egy fa, hanem egy egész része vagy. Nem tűnsz el, csak átalakulsz, és erre van szükség. Annyiszor voltál már semmi, és valaki, hogy ennek az egész változása teljesen megszokottá vált, sőt, néha unalmas is. És akkor, hogy itt, most, ebben a pillanatban kinek kell lennem? egy pillanatban észreveszed, hogy ez nem különbözik attól, hogy ki akarsz lenni. És hogyha kinek kell lennem, és ki akarok lenni, teljesen találkozik, akkor megszabadultál. Akkor a szabadság és a felelősség találkozott. Akkor az életed vállalt, és nem kényszerből felvett. És ez elérhető, ezért megdolgozhatsz. Ebben tudjuk igazán segíteni egymást. És ezért van jelentősége annak, hogy egy térben, egy időben, közös gyakorlatot követve együtt törekszünk. Egyéb kérdés? Köszönöm szépen a tanítást. Na hát hallottuk most ezt az én telenedést. Ehhez mi szükséges, vagy milyen instrukciók vannak, vagy vannak ehhez, hogy én is erre törekszem? Ez, ez nekem úgymond a legfontosabb, hogy valahogy vetkőzzem le ezt a, ami a fejemben zajlik magamról, elképzelt kép, és hogy tényleg megéljem a valódit. De mégis nagyon sokszor ez irányít, vagy ez jön. Persze, oké, okay, biztos nem egy könnyű meló, vagy hosszú idő ez, de rengeteg segítséged van ehhez. Soroljam? Mondom szívesen. Paradicsom, paprika, kuborka, saláta, padlizsán, spárgatök, sütőtök, patiszon, tönkölybúza, futóparadicsom, és ez még csak a növényvilág. Tehát fantasztikus helyzetben vagy, amiért egyébként meg is köszönöm a munkádat, és minden segítőd munkáját, mert a természet minket folyamatosan szünet nélkül tanít nagyon-nagyon jó, hogy a kertben tudsz dolgozni, és a növény megtanít lazítani ott, ahol kell és lehet, és megtanít nagyon következetesen viselkedni ott, ahol az kell. A természet véleményfüggetlen. Az univerzum hiperintelligens, de nem személyes. Személyek mi vagyunk de nálunk intelligensebb ez az egész, amelyhez, hogyha fölnőnénk, nem kéne szenvednünk és szenvedtetnünk ennyit. Ez világos. Ha elkülönült hatalmas személynek érezzük magunkat, vagy elkülönült picike, alárendelt személynek érezzük magunkat, mind a kettő hibás. Ha egyé válunk ezzel a természettel, ha részt veszünk spontán ennek a folyamatában, akkor csak az marad, hogy Reggel fölkelünk, gyakorlunk, reggelizünk, dolgozunk. Délben éneklünk, eszünk, kicsit pihenünk, megint dolgozunk. Este, vacsora, gyakorlás, pihenés, és ebben a képzeletbeli mosógépben, ebben a gyönyörű körforgásban valami világossá válik. Valami letisztul. Na, ez az, ami letisztul, ez az eredeti kincsünk. Az emberi természet. Az emberi lények, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Tehát ne foglalkozz a személy létével, vagy nem létével. Ezért van az a kérdés, hogy mi ez. És a lényeg tapasztalata elvezet ahhoz, hogy az avatár, a személy mindig helyesen fog működni. Mindig helyesen felismered, hogy milyen helyzetben vagyunk, mi a kapcsolat mi a működés, vagy a szükséges cselekvés. Az elmúlt hat hónap elképesztő tisztuló időszak volt, nem csak a templom, hanem mindenki életében legyen az a bejáró szanga, legyen az az érdeklődők, más úton járók az egész világ számára. Egy olyan időszakot élünk, amikor ez az elképesztő forrás, pesgés, néha kaotikus valóság, ez három lehetőséget ad. A te tudatállapotodtól függően ezt megélheted pusztulásként, ha ragaszkodsz ahhoz, amit egyébként is elveszítenél. Tisztulásként, vagy megszabadulásként. Akik nagyon ragaszkodnak az érzékszerű valósághoz, és elképesztő anyagi függésük van, azok nem tudják a veszteséget másképp értelmezni, vagy átélni, mint pusztulás. A tisztulás ez egy nagyon fontos dolog, és hogyha megszabadulásként éled meg, akkor sikerül a legjobban teremteni, vagy újra teremteni azt, amit elvesztettél, vagy újra alapítani azt a kapcsolatot, akit elvesztettél. Ez ez a templom, ahogy hallottad, éled, és ti is tapasztaljátok, egy rendkívül jó környezet. Az nem azt jelenti, hogy mindig minden pillanatban jól érzed magad. Előbb-utóbb igen. Előbb-utóbb egy magasabb energiaszinten, világosabb tudattal éled azt, amely addig csak szenvedés és csak kiszámíthatatlan jobbra-balra csapódás volt, ahol négyszer lefejeled a falat. Úgyhogy kívánom azt, hogy mind a bent lakóink, akik mostanára egy minden eddiginél összeszedettebb és felnőttebb közösségi álltak össze. Mind a bejáróink, mind a támogatóink lássák azt, hogy itt valójában miről van szó. Mi az, ami véleményfüggetlenül itt ténylegesen történik? Mi az a különbség, amivel bejöttél, és utána változtál, és kimentél innen? Ez a különbség a templom jelentése és eredeti értelme az a letisztulás és megerősödés, amivel te innen távozol. Minden más csak eszköz. Én a e, hirtelen fellobbanó ellenszenvekről szeretnék e, kérdezni, amik e, hát akár itt is, vagy de leginkább hétköznapi életben is előfordulnak, hogy nem tudom, a kasszaszallagon ráteszi valaki más az áruját, vagy a vagy ugye most volt ez a világjárvány, és nem tartják be a távolságtartást. Tehát az ilyen egyértelmű helyzetekben nem megfelelően viselkedő embertársaink ellen fellobbanó, mérhetetlen ellenszenv, ami jobb esetben reakció nélkül van, de azért sokszor reakciót is adunk rá. Itt most ellenszenves neked valaki? Itt most nem. Mi a különbség az itteni környezet és mondjuk egy kinti, nevezzük a kasztaszallagot körülölelő környezetnek? Hát so sok különbség van, hogy itt, re itt rend van, ott ezt meg rendetlenségnek látom. Mitől rendetlen? Attól rendetlen, hogy nem törekszenek arra, hogy rend legyen. Nekik rend van? Ha megkérdezed azokat az embereket, akik mondjuk nem csak, hogy ellenszemet váltanak ki belőled, hanem akik számára te is lehet, hogy egy másodperc alatt ellenszenves leszel, és érződik az a harag a levegőben, az a fajta taszítás, amit az, az egész később egy ilyen fáradt, kiégett, szuvas fog érzéshez hasonló lesz, mert kimerülünk. Tehát az egymásra való haragvás, az kimerít. Honnan jön ez? Tehát először magadban csíp nyakon, hogy Úristen, én most dühös vagyok, és látszólag semmi nem történt. Még csak hozzám se szóltak. Rárakott valaki egy árut a kassza szallagra, úgyhogy 1 méter 23 centim belül került az orra. És kilóg a maszk fölött. És ott helyben meg tudnám gyilkolni. Tehát nézd meg, ilyenkor befelé fordítod az energiát, ez a ott helyben végzett meditáció, hogy mi ez, honnan jön, és akkor már nem produkáltál másodszintű reakciókat, mert akkor, ha te bármilyen duális reflexiót érzel, akkor már nem voltál reakciómentes. Akkor már ott van a karma, akkor már legyártottad nagyon gyorsan a nagyon nagy öröm, nagyon nagy bánat, nagyon nagy vonzás, nagyon nagy taszítás. Az eredeti tudat nem mozdul és nem rendelkezik ezekkel a hullámzásokkal. De a mi elménk, az érzelmeink, a testérzeteink, azok igen. Tehát hogyan tartod meg ezt a tiszta, mozdulatlan tudatot, miközben látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, izlez, gondolkodsz, beszélsz, és a többi? Ez a feladat. Ne haragudj a haragra, ne félj a félelemtől és ne örülj a puszta örömérzésnek. Tapasztald meg őket úgy, ahogy vannak a maguk primér valóságában. És hogyha ez így van, akkor vedd ki magadból azt a fajta téves nézetgyűjteményt, amely ezeket a reakciókat produkálta. És azzal már megtettél valamit, amit csak te tehetsz meg, hogy változtatsz magadon, a belátás függvényében. És akkor Tettél helyesen, mert valójában nem tettél semmit. Láttál, és mozdulatlan maradtál, miközben a tiszta tudat működik. Én az előző kérdésre reciprokára szeretnék rákérdezni. Ez, van ez, hogy hirtelen ellenszem, viszont nem reagálunk, és jól tesszük, hogy nem reagálunk. De mi van akkor, hogyha azt utólag jövünk rá, hogy reagálnunk kellett volna? Például akinek segíteni, például valamit megakadályozni. De akkor ott félt, akkor ott feltevőtt, elindult inkább az, inkább-inkább néztük, hogy valakit mondjuk az utcán mellettünk nem teljesen tisztázott körülmények között bántalmaznak. Például ez konkrétan volt ilyen velem. És, és utána azt hiszem, még mindig nem szűnt meg az az érzés, hogy egy kicsit haragszom magamra, hogy, hogy akkor ott nem léptem közbe, mert nagyobb volt a félelemben. Jó. Egy teljesen szokatlan technikát fogok javasolni, állítsd meg a filmet, és egy kockát tegyél bele, hogy te mit szerettél volna akkor tenni, és utána vágd el. Tehát az a gondolkodás, ami visszamegy a múltba, és állandóan a múltat szeretnék kiavítani, az nem megy. Tehát elsősorban tudomásul veszed, hogy ez az alkalom, ez a lehetőség már nincs. A helyzetnek vége. De, az elmét, beleértve a választó és tárház tudatot, te magad újra tudod programozni, egy új karmát tudsz felépíteni, hogy ha ez legközelebb előfordul, én így fogok tenni. És ez csak egyetlen egy döntés átállítása. Miért? Mert a többit nem tudod. Azt nem tudod, hogy hogyan reagálta volna le, ha te odamész hozzá, és akkor mégis azt mondod, hogy segíthetek vagy megállítod azt a verekedést, lehet, hogy az a kettő neked esik. Tehát ezt nem tudjuk. A lényeg az, hogy azt a döntést, ami akkor számodra nem volt elfogadható, és erre később jöttél rá, ahol nem álltál meg magad előtt, az belül át kell tudni írni. És megjön a helyzet, az analóg helyzet, ahol ezt újra tudod gyakorolni. Nem csak a zeninterjúk ismétlődnek. Az életbéli interjúk is ismétlődnek. Minden olyan tapasztalat, amelyhez téged duális viszony fűz, az szembe fog jönni. Újra. Ha szeretnéd, akkor azért, ha nem szeretnéd, akkor azért. Tehát extrém módon el van tárolva a tárháztudatodban, a választó, minőségalkotó, polaritás teremtő hetedik tudatszint megcímzi, és hogyha nagyon-nagyon jó, hát akkor menjünk el még egyszer abba az étterembe? Hú, de csúnya volt ez az ember, ezt nem is akarom többet látni. Egy hét és szembe jön veled még három. Döbbenet. Konkrét példa, hogy itt Esztergomban, amikor közlekedsz, hát túl sok kritikus útkereszteződés nincs, de egy-kettő van, mint tudjuk. És amikor egy alatt ugye kijön eléd, tehát úgy jön eléd, hogy gyakorlatilag csikorogsz. Gumiban is, agyban is érzelmi polaritás egy pillanat, hogy így odavág egyet, és meg, megragadtad a képet, és betetted a pofozó boxba. Tíz percen belül a Tesco parkolóban ismét ugyanúgy szembe jött velem, és ismét nem adta meg a jobbkész szabályt, úgyhogy kétlem, hogy tudta, hogy megint én vagyok az, de én tudtam, hogy ő az, mert én jegyeztem meg. Nem terázod a pofonfát, te is ülteted. Sokszor hangoztatod, hogy a gondolkodás előtti pillanatban jött válasz, az ugye egy igazán jó válasz, amiről mindig a Mici jut eszembe, aki már megmondta régen, hogy mindig az első gondolat a legjobb, és azon túl már túl, túl, gondoljuk a dolgokat, ami egy eldöntendő kérdésnél véleményem szerint tényleg működik. De egy komplexebb kérdésnél, ha ösztönösen válaszolunk, akkor véleményem szerint sokszor vieséget beszélünk. És hogyha nem gondolkodom, akkor meg ösztönösen válaszolok. Elég nehéz megtalálni azt a határvonalat, hogy mikor nem ösztönös, és egy mérő jövő helyes válasz, amíg még nem gondolkodtam túl sokat, és mikor nem az. Tehát a kérdés az, hogy ezt hogy lehet? Hogy lehetünk ebben biztosak, hogy a gondolkodás előtti pillanatban érkezett válasz az helyes, és ki merik mondani. Most ösztönös? spontán, gondolkodó, struktúrális, bonyolult, vagy milyen választ kérsz erre? Miért szeretnél? Valami egyszerűt és érthetőt. Itt nincs bonyolult, és nincs egyszerű sem. Nézd meg, hogy egy adott kérdés milyen választ kíván, és nagyon gyakran, főleg itt Európában, és főleg a férfi része a társadalomnak, de sajnos a női is néha, nagyon túl bonyolítja, tehát úgy túl gondoljuk, hihetetlen. Próbáld meg egyszerűen és tisztán, ez nem azt jelenti, hogy primitív, vagy valami hiányzik, vagy túlságosan le van csupaszítva. hanem az, hogy működik. Igaz, hogy amikor egy teremtő feladat van, azt nem egy mozdulattal oldod meg, Engem az élet megtanított tényleg türelmesnek lenni és hosszú távon gondolkodni, de az nem jelenti azt, hogy a spontaneitás elment, vagy hirtelen döntések, azok rosszak lennének. Tehát lásd az ok és okozat működését, ez a legfontosabb, hogy ez a kérdés honnan jön, és a válaszol együtt hová megy. Ha gyorsan hozol döntést, lehet az is helyes hogyha hat hónapig ülsz rajta, és csak a bonyolult gondolkodás pörök körbe-körbe, attól az a válasz még ugyanolyan rossz lesz. Tehát honnan jön a kérdés, és a válaszszal együtt hová megy? Ha látod az ok és okozati viszonyt, és a válasz az így vállalható neked és a környezeted számára, akkor helyesen döntöttél. -e. Akár gyorsan, akár lassan. Oké. Okay. Akkor ezt le tudjuk tisztázni, hogy van butha a természet, vagy nincs? Megütlek 30 okay. <laughs> És ha, ha van, akkor mi az, és ha nincs, akkor miért nincs? Nem is ha van, akkor 30, ha nincs, akkor is 30. Ez így már nagyon fájdalmas. Az 60. <laughs> Az emberek annyira ragaszkodnak a saját fogalmi valóságukhoz, hogy a paradigmaváltás egy bizonyos szint fölött rémületes. Én konkrétan emlékszem az első év zen gyakorlatára, semmi más nem tettem, talán kettő vagy három elvonuláson vettem részt, így 90. szeptemberétől 91. nyaráig, aztán kicsit beindultak a dolgok. És közben hetente jártam fel a szangába, és ez milyen szép volt. Fön volt a Szabadsághegyen egy ilyen apartman, és ott gyakoroltunk hétfő esténként. Gyönyörű volt. Nyugodt volt. Egyszerű volt. Nem volt túl beszélve semmi. És én folyamatosan azt éreztem, hogy a szőnyeget, azt a képzeletbeli perzsát, azt úgy húzzák ki a lábam alól, olyan mértékben omlanak össze belül azok a fixa ideák, az elképzelések, a belém kondicionált és magammal hozott struktúrák, hogy egyszerűen nem tudtam leírni. És ez a fajta leegyszerűsödés és letisztulás, ez pontosan az, hogy eredetileg semmi sincs, sőt, eredetileg még a semmi sincs. És innentől kezdve minden segét fogalom a buddha is, a buddha természet is, a megvilágosodás, aztán tényleg azzal vigyázzunk, mert nagyon félre lehet vele menni. Tehát tegyük a dolgunkat úgy, hogy nézd meg, hogy közben az elmének milyen gondolatvilágra van szüksége. Éhes intellektus jelentéssel álmodik. Muszáj jelentéssel felruháznunk a dolgokat, mert ha nem, akkor úgy érezzük, hogy mink magunk nem létezünk. Hát, hogy elgondolod te magadat, úgy nem is létezel, mert az egy illúzióvilág. Ha megnézed magadat, hogy valóban milyen folyamatok zajlanak benned, anélkül, hogy te gondolattal hozzátennél, vagy elvennél belőle, na az már kicsit közelebb van. Amikor mindezek le tudnak állni, az összes tudat folyamat visszatér a nem mozdulóba, akkor az megint egy lépés. És amikor azok újraindulnak, na akkor kezd a kör válni. A buddhizmus bizonyos ágaiban a mai napig nem beszélnek buddha természetről. A mahajánában igen. Nagyon jól hangzik. És valamire mutat, amelynek ugyan eredetileg nincs neve és nincs formája, de meg kell valahogy neveznem, hogy dolgozhassunk vele. Már József mestert egyszer megkérdezték, hogy az elme és a buddha azonos vagy különböző. És akkor azt mondta, hogy a tudat, a Budha. Mindenki nagyon boldog volt. Pár hónap múlva megkérdezték, hogy az most akkor ez a tudat, ez most hogy van? A Budhához hogyan viszonyul ez? Azt mondta Mágyó, nincs tudat, nincs Budha. És akkor mindenki elkezdett pici De pár hónappal ezelőtt azt mondta, hogy van. Most miért mondta azt, hogy nincs? kérdőre vonták, egy mester, mester, hát azt mondta, hogy az ugyanaz. Hát alig hangzott el pár hónapja. Hát azért mondtam, hogy a gyerekek ne sírjanak. A buddha természet az egyik legszebb segédfogalom, rávilágít valamire, amire egyébként nagyon nehezen lehetne utalni. Nevezhetnénk lényegnek, nevezhetnénk igaz természetnek, Hatodik pátriárka, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod, ugyanoda mutat mindegyik iránytű. Az a tanítás, hogy mindenkinek van buddha természete, ez egy nagyon fontos dolog. Nem kezdhetjük úgy, hogy ha ki tudtad mondani azt, hogy én, akkor el is érheted a felébredést. Mármint amikor nincs éned. Ez egy kicsit meredek. Jobb beburkolni ebbe a szép általánosításba, csak hogy ebből egy csomó minden következik. Például az, hogyha minden lénynek van buddha természete, és ez az emberben valamilyen szinten tudatos, akkor csak te saját magad érheted el a felébredést. Mert benned van, mint lehetőség. Senkitől nem kaphatod meg, és senki nem veheti el tőled. Amit adhatunk, vehetünk, az a karma. Tehát amikor ez a gyönyörűséges, ilyen felsimogatós tanítás, és így, nincs is semmi baj. Minden rendben van, mert van buddha természetünk, ez nagyon jó. Hogy ebből mi következik, milyen felelősség, milyen szabadság fog, hát azt bizony tapasztalnunk kell. Úgyhogy ha van buddha természet, 30. Nincs buddha természet, akkor is 30. Jó? most, hogy rávilágítottál arra, hogy a buta természet és a megvilágosodás tulajdonképpen üres marketing fogalmak. Megütlek 30 -on. Sőt, 60 szó. Szóval. Léci. Nem ütök. A mazohisták azonnal a mennybe kerül. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy ugye Szunkszán zemmesterről a, a, a fáma, úgy mondja, hogy 20 két éves, ha nem tévedek, 22 éves korában, ő megvilágosodott, leellenőrizték, hivatalosították, ezután ez úgy megvolt, hogy ő megvilágos, legalábbis ezt, ezt olvastam róla, nem tudom, hogy te, aki közelében voltál, hogy ő ezt egyrészt hogy kezelte, másrészt pedig, mi a te történeted, amikor ilyet kérdeznek tőled, hogy te megvilágosodtál, akkor azt mondod, hogy egészségedre, hogy honnan tudjam, vagy valamilyen... Ö, ö, finom homályosító, lerázó, esetleg pironkodtató válaszokat adsz. Hát Szunkszán zenmesterrel kezdem. Úgy tett, mintha soha semmi ilyesmi nem történt volna. Tehát valamire való tanító soha nem hivatkozik sem a meditációs élményeire, sem a felhatalmazására. Hát vagy azért vagy ott, mert a tanítása kell, vagy pedig Leuszhatja neked a hetedik csillagot a nyolcadik mennyországból, akkor se fogsz hinni neki. Mindemellett az átadásra és a felhatalmazásra szükség van. Az elérésre, letisztulásra szükség van, mert anélkül nincs minőségváltozás. Amit kiemelnék, hogy azt mondta, elérni a megvilágosodást nagyon könnyű. Megtartani nagyon nehéz. Erre fókuszáljunk, kérem. Tehát ez azért fontos, mert itt, főleg nyugaton, mindenki könnyen, gyorsan, hatékonyan érjük el, aki szatorít, és akkor már rendbe is vagyunk. Hát nem. Akit bármilyen kicsi vagy nagy tisztulási tapasztalaton keresztül ment, vagy máshol gyakorlata közben valami aha élménytől kezdve, teljes összeomlásig és újraépülésig megvolt, az pontosan tudja, hogy ez nem egy közérzetjavító tevékenység. Tehát nem kellemes, amikor ilyen robbanásszerű változások vannak, de anélkül ugyanaz a szerencsétlen karma tömeg maradnál, mint aki bejött a kapun. Szerintem ennyi elég. Nem elég. <laughs> Szalad a kutya a csont után. Egyéb kérdés? Ugye, tulajdonképpen akkor ilyen összeomlás, negatív folyamatok nélkül, van fejlődés? Nem láttam. Ha látnék, akkor... Igen, igen. Szóval... Ez a mi duális egzisztenciánk itt, hogy rossz nélkül nincs jó, szenvedés nélkül nincs megvilágosodás, ez a csomag része. És hogy olvashatod, ugye, ne bontsa fel az egység csomagot. <laughs> Ö, jó, de vannak azok a szenvedések, amit úgy minden nap, minden napi szinten el lehet viselni. Aztán vannak olyan szenvedések, ami például kiüti a biztosítékot. Uh -huh. Ez mennyire jár ez a kettő együtt? Szóval az, hogy mennyire tudja az illető elviselni, az, az a tudata minőségétől függ? Igen. Vagy... Igen? Igen. Uh -huh. Tehát van, amit nem tud elviselni, és akkor össze tud törni darabokra, uh -huh. és akkor segítségkel, külső, akár egyéni, család, intézményes, össze tudunk törni, úgyhogy a tükör... Úgy tűnik, hogy nem működik. És Csak fel. újra össze kell állnia a daraboknak ismét. És megint lesz egy kritikus tömeg fölött, kritikus energiaszint fölött egy tisztább, világosabb tudat. A szenvedés, amit mi teremtünk, akár úgy, hogy a múltból hozzuk, akár úgy, hogy itt hagyjuk megtörténni magunkkal, ez teremtett dolog, ennek önálló léte nincs. Ez az egyetlen egy felismerés, ami a megszabaduláshoz elvezethet hogy ez a szenvedés egy teremtett dolog. Nem önmagától létezik. Ezt a mi tudatunk teremti. A boldogságunk pontosan ilyen? Tehát ha az avatamszak a lényegéhez visszatérsz, mely szerint, ha meg akarod érteni ennek a világnak a természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt, akkor van értelme a budha természetről, az eredeti tudatról szóló tanításnak, mert kezedben van az oldás és a kötés, a teremtés, megtartás és megsemmisítés kulcsa. Ezt mi csináljuk akkor is, ha tudunk róla, akkor is, ha nem. Akkor is, ha belátjuk, akkor is, ha eltakarjuk a szemünket. Tehát innentől kezdve van egy olyan realizációs folyamat, hogyha szenvedek, mitől? Ha boldog vagyok, mitől? Van olyan, amit nagyon nehezen bírunk, és uram, bocsán, van olyan szenvedés, amiben meg lehet halni. Ezért ez a praxis túlmutat életen és halálon, azért, hogy az életben is és a halálban is használható legyen. Hogy a tiszta tudatot a köztes lét mind a négy állapotában meg tud tartani. Hogyha a rendszer újra stabilizálódott, akkor tulajdonképpen, ha még följön még valami, esetleg gyakorlás közben, amivel az ember úgy érzi, hogy akkor, akkor nem bírál, vagy például meditációban szembeül vele, és akkor úgy érzi, hogy hoppá nincs ott, de aztán megint csak előjön egy olyan pillanatban, amikor, amikor a legkevésbé számít rá, hogy ilyenkor mi a jó, hogyha hagyja az ember a meditációt teljesen addig, amíg ez elcsendesedik, vagy pedig újból szembeülni vele és keresni. Mi lenne, hogyha ez a kettő nem különbözne? Uh -huh. A keresést kivéve az első és a második dolog ugyanannak az éremnek a két oldala. Uh -huh. Tehát a meditáció és a szembeülés a problémával az eredetileg nem különbözik. Uh -huh. De az, hogy nem keresel, főleg elmével egy megoldást, nem menekülsz előle, nem harcolsz, nem fagysz le. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, ez a mozdulatlan, tiszta, nem dualizáló tudat. És az éberség fényében elég a karma. Mert egyszer kimondod, hogy elég volt. Köszönöm. Szívesen. Mi van akkor, hogyha itt ültem, most már mennyit másfél napot, mondtad, hogy szembe jön előbb-utóbb a karma. És mi van akkor, hogyha egyszerűen az van, hogy csak ilyen triviális dolgok, semmi olyan, ami nagyon nehéz, nem jött szembe. Újabb másfél napot meg kéne később próbálni. Hát ha, emondom az apáti meditáció egyik nagyon nagy titkát. Pörögnek így az időpontok, az események, a tennivalók, a megoldandók, és amikor ez kifut, akkor kezdesz gyakorolni. Addig csak rendezted a kis digitális portfóliódat. És ennek teret kell adni. De ennek a triviának, amiről beszéltél, az nem rossz, nem jó, ez ott van az étlapon, és kész. Ezek a teendők, a törlendők, a kívánt és nem kívánt területek. Ezeket szembe vettük, kartotékoltuk, időzítettük. Az elmének ez a spontán önrendező, öntisztító dolga, hogy ne legyen annyi az íróasztalon. Szépen egy ilyen iratrendezőbe beteszed. Na, és akkor kezdődik a mélyebb meditáció, amikor már ezzel nem kell foglalkozni hogy ismét várunk egy újabb hétvégére, vagy talán egy hosszabb bemerítkezésre. Akkor kezdődik az igazi tánc. Jó? Köszönöm. Szívesen. gyakorlással kapcsolatos kérdésem lenne, hogy hát elég kezdő vagyok, de azért már egy ideje gyakorlok a mihez kérdéssel. És vagy az van, hogy ahogy itt az első nap Mányzsó elmondta, már hogy felteszem érdeklődve a kérdést, hogy mi ez de akkor az már egy gondolat, és akkor nem, nem, nem tudok megmaradni. Mangyosz, hogy én csak színesítette az instrukciókat. Hát nem érdeklődően nem tudod föltenni a kérdést. De nem kell a mi ezt a négyzetre emelni, mert akkor mi ez, mi ez lenne? De az, hogy mi ez, mi ez? Tudod, szongám zen mester. Mester, mester! Igen, igen! Maradjon a tudatod mindig tiszta! Igen, igen. Nehogy, hogy megvezessenek senki, sehol, semmikor. Igen, igen. Két tudat, egy mester. Melyik az igazi mester? Ezt a koan teljességének a kedvéért mondtam most el. De itt egyszerűen tisztán és egy nagyon mélyen szántó érdeklődéssel, hogy mi ez? és elárulom neked, hogy a kérdéssel való praxisnak van egy további gyönyörűséges fokozata, amikor már nem kell kimondani a szavakat, és a tudat pontosan ugyanazt csinálja, mint annak előtte, amikor kimondtad. Tehát, hogyha van egy hosszú párkapcsolatod, akkor egy ideig el kell mondani, hogy szívem, most kinyitom az ajtót, és bemegyek előre. És amikor már együtt éltek x hónapja, akkor ezt már nem kell kimondani, csak előveszed a kulcsodat, kinyitod az ajtót, és mész. Tehát, ha gyakorlod, így a mi ez kérdést, egy idő után, hat hónap, egy év, leülsz meditálni, a szavak árnyéka megjelenik a tudat felszínén, vagy egyszer kimondod, és utána már nem kell, és a lélegzetben ott van benne. Tehát ez a verbális, illetve nonverbális alkalmazása ennek a kérdésnek. És itt még nem ér véget, mert amíg az igaz természetünkre irányul a kérdés, addig az tárgyatlan akármilyen tudattárgy jelenik meg, azt elengeded, mert megszünteted a duális viszonyt, felszámolod az azonosulást, visszatérsz ebbe a pillanatba, ezt mindenki hallotta és követi is. De utána, amikor ez a tudat tükör már elég tiszta és elég erős, akkor rá lehet irányítani az épp akkor felmerülő dinoszauruszként viselkedő karmára a kérdést, hogy mi ez? Honnan jön? Na addigra meg kell szilárdulni a tükörnek annyira, hogy nem duális szokásból válaszolsz. Nem fog az elméd a karmád rárontani, és le akarod azt a dinoszauruszt nyakazni, amely eredetileg te voltál. Csak most végre sikerül megkülönböztetni magad tőle. A tárgyas kérdés az ugyanolyan mozdulatlan tudatot kíván. Ha nem, akkor elkezdesz fészkelődni, hullámzani, törik a kép, torzul az információ, megjelenik a zaj. És akkor nincs is megfelelő válasz. Ha ráirányítod a karmára a kérdést, és nem mozdul a tudat, egy olyan érzésed van, mint amikor a puzzle darabok maguktól a helyükre potyannak az asztalon. Nem kell válogatni, nincs szél, nincs kontraszt a térben, semmi különös nincs, csak a puzzle darabok elkezdenek a helyükre esni. És utána van a negyedik része, ami tárgyas és nem szóbeli az a tudatnak egy magasfokú öntisztuló működése. Ami tudattárgy megjelenik, az az éberség fényében azon nyomban el tud lobbanni, ha pedig helykitöltő szerepe van, mert egy korábbi kérdésre ad választ mondjuk a megjelenő karmak, akkor spontán a helyére kerül. Gondolkodás nélkül az éppen ilyen. Hogy ezt a négyet, az alanyi és a tárgyas, szóbeli és szóbeliség mentes kérdést műveld, ahhoz tényleg gyakorlat és tapasztalat kell. Ahhoz, hogy ez ne legyen ilyen száraz és intellektuális, megvilágítom egy másik hasonlattal. Képzelj el egy mesebeli elektromos főzőlapot. Megvan. Örülök. Ez a főzőlap fagypont alatt van és elkezdesz vizet csepegtetni rá, amely így ráfagy. Minden újabb vízcsepp, egy újabb jégréteg. Aztán rájössz, hogy van ennek a főzőlapnak egy kapcsolója, amivel fel lehet fűteni. Ezt a kapcsolót elfordítod, amely hát az önbizalomtól kezdve a belső látásig egy csomó mindent jelent, de valójában egyetlen dolgot tettél, befelé fordítottad az energiádat, és elkezdtél bátran, tisztán látni. Ezáltal ez a főzőlap, a tudat tükre elkezd valami hőt kapni, és elkezdenek leolvadni róla a jégrétegek. Aztán elér egy olyan forróságot, hogy a rácsöppenő víz már nem jégréteg lesz, hanem csak egy víz volt. Nagyon gyorsan elpárolog egy idő után, nem marad rajta. És ez a főzőlap elérhet egy olyan hőfokot, amikor olyan erőse sugárzása, hogy amikor jön a vízcsepp, mielőtt leérne, már elpárolog. Nem tudja megütni a felszínét. Pontosan látja, hogy jön, és a hőben, az éberség fényében az a karma, ami addig kőkemény azonosulást és duális reakciót váltott ki, és föl is halmozódott, már nem tudja ezt megtenni, mert annyira éber és magas energiájú a tudat. Mind a három. A szilárd, a folyékony, és a gőznemű is H2O. Na most nézd meg, hogy hogyan viszonyulsz a karmádhoz, mennyire hiszel abban, hogy a szilárd, vagy folyékony, vagy gáznemű. Hát eredetileg ez egy meg nem határozott állapot, ez a nem tudható állapot, amikor tisztán tükrözöd, és még nem vált valamivé, ezért hangoztatjuk a gondolkodást meghaladó, vagy a gondolkodást megelőző tudatot. Attól függ, hogy az alfát vagy az omegát szereted jobban. Tehát érjük el azt az állapotot, amikor pontosan azt teszi a karmád, amire éppen szükséged van, és a környezetednek szüksége van egyszerre. Akkor működünk jó. És ehhez a kérdés nagyon fontos, és az előbbi három fázisban leírt tudatállapot is nagyon fontos. Jó? A bátornak lennihez ö, egy kis segítséget. Tudnál még adni. Hú, de megijedtem ettől a kérdéstől. A bátorság itt nem valamilyen nagyon komoly, macsó akciófilmre vezethető vissza, hanem arra, hogy mersz látni. Tehát mersz szembeülni a karmáddal, és a látás általi megszabadulást el tudod viselni, mert ez illúzióvesztéssel, önképváltással jár. És ahhoz meg kell élni egy csomó szenvedést, elégedetlenséget. Frusztrációt ahhoz, hogy, hogy ne akarj ugyanilyen maradni, hogy ne babusgasd ezt az ént, hogy merj változni. A nagy bátorsághoz két társ van, a nagy hit és a nagy erőfeszítés. Ha erőfeszítést teszel, akkor tapasztalatot szerzel. A tapasztalat itt a hit alapja, és nem valami egyéb. És ahhoz, hogy ezt végigvidd, ahhoz kell a nagy bátorság. A nagy erőfeszítést azt másképp a nagy kérdésnek hívják. Ezért hozom össze a kettőt. Ahhoz, hogy itt megmaradj a központban, ahhoz, hogy a pillanatot ne veszítsd el, a tudatot 360 fokban nyitva kell tartani, mert elbillensz valamerre, valami felé. És a nagy kérdés az a nagy törekvés. Amikor ebből a tapasztalat hitet, tapasztalati alapú hitet varázsol, akkor a bátorság már nem kivagyiság, és nem valami különleges állapot, hanem mersz élni, mersz jelen lenni, mersz segíteni és segítséget elfogadni, és így a szó legszebb értelmében mersz önmagad lenni, és akkor úgy tűnik, hogy tényleg van értelme, van jelentése, van célja. Miért? Mert, mert megadtuk magunknak és másnak azt a minőséget, amit tudtunk, a legjobbat. Az alatt nincs. Nézd meg egy alacsony energiájú tudatot vagy testet, teljes depresszió van, és nem látja az életének az értelmét. Hogy miért van itt, és mi a célja. És általában külső motivátorokra, kényszerekre van szükség ahhoz, hogy valamit tegyen. Magas energiájú, önálló, Realizált tudatot, látszott, nincs kérdés arra, hogy van-e értelme az életnek. Annyi dolgunk van te életekre, hihetetlen. Ezért mondjuk azt, hogy a bótisztatva sosem lesz munkanélküli. Úgyhogy használd a kérdést. Ebből lesz a hit, és akkor a bátorság egészen hétköznapjává válik úgy, hogy ezt a környezet nem is veszi észre rajtad. Jó? Nekem is a gyakorlattal kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy itt az elmúlt napokban ugye sokat énekeltünk, és az előtt is voltam itt párszor, amikor sokat énekeltünk, és már említettem neked, hogy az én agyamban amúgy is folyamatosan zakatol egy ilyen ütem, egy zeneszerűség, ami most gyakorlatilag az énekek gyakorlatilag átvették ennek a helyét, és az énekek mennek folyamatosan a fejemben, és a meditáció alatt én próbálok kérdéssel, illetve légzésfigyeléssel dolgozni, de közben még folyamatosan megy az éneklés a fejemben, de a szöveget persze nem tudom pontosan, tehát inkább dallam, ritmus és szövegrészletek. Meg kell találni zaj, azt a karmestert vagy, oda bent, tehát <laughs> hogy vezénye? <laughs> hum van a szövegíró? Ez zaj, vagy ez már mantrázásnak is mondható. Szembolszák, van szembolszák, van szembország, van szembolszák van szembország, el is kész. Vagy Ezt nem arra adara jelent. Nem. Ez például szól. Ez például szokott. Hát örülök. Fő műsoridőben van szembószál. Nagyon fontos. Tehát. A szakkámon is szokott menni. Nagyon és jó. még hasonlók, amiket már ezerszer mondtunk. Nagyon csináljuk. jó. Akkor teljesen ürítsd ki a koncerttermet, és egyszer csak ülj be úgy, hogy bármi megszólalhat, és enged, hogy az egy hierarhiába rendeződjön. A lélek rárezdül, reagál valamilyen mantrára, mert spontán érzi azt, hogy ez a tisztulásához és megerősödéséhez hozzájárul. Amikor életemben először hallottam a nagy együttérzés Dáranit, amit ma elénekeltünk háromszor, ott van fönt szanszkritó, cungszenzenmester ezzel érte el a megvilágosodást. Akkor, amikor először sikerült ezt átélnem 1990. szeptember első hetében, pontosan olyan érzete volt akkor, mint most. És egyszer nem ment feledésbe. Az azóta van, és ezért kell újabb és újabb löketet adni annak a mantrának, amely a lélek tényleges tápláléka, amelynek a segítségével a legjobbat, legmagasabb rendűt ki tudod hozni magadból. Hát enged, hogy ez a frekvencia özön, ez letisztuljon, és akkor a primér mantra megjelenik. A tanító is segíthet ebben, azért van. De a legelső segítség az a nulla pont, hogy belül pillanst meg, Érezd meg, hogy mi az a mantra, ami ebből az énekkörből tényleg a tiéd, mert rád talált. Engedd, hogy találjon rád. És akkor azzal tudsz dolgozni, mert a legmélyebbre az ment. Leginkább az szól belőled. És akkor úgy tudsz járni az úton, ahogy ez tényleg spontán belőled fakad, és mégis hagyományhű, és nem valami berhelmény, vagy idea, az elme akarhat a kérdéssel dolgozni, de a léleknek a mélye fogja, és így arrébb taszajtja azt a gondolatot, és egy elképesztő energiával, ami az érzelmeidből, vagy a mélyebb tudatregiszterekből jön, az szépen dobja fölfelé az igazságot. Még az se a végső, de mélyebb. Az egyén és a csoportos gyakorlásról szeretnék kérdezni. Tőled most ugye az elmúlt időszak inkább az egyéni gyakorlásnak volt az ideje. Az elmúlt fél év, most vagyok ebben az évben először csoportos elvonuláson, és nagyon furcsa tapasztalattal szembesültem, pedig nem először jöttem már ide. Viharvert is, vagy hát, hallod? De, de ez így szószoros értelmében. Ugye? Ugye volt egy egyéni elvonulásom, nagyon ragyogó ment, nem mozduló, csodálatosan jött. Jövök ide, hova mondom, milyen csodálatos, folytatom ezt az egészet, és ez körülbelül fél óráig tartott, utána úgy rám a karma, rögtön így összeestem, és alig tudtam alól kimászni. Jaj, de jó! Ez sikerült, gyönyörű. Sikerült. Az is nagyon jó. És pusztán csak a tanácsadat kérem, hogy ez teljesen természetesek, ezek a meglehetősen hektikus eltérések a két gyakorlatikus között, vagy akkor köszönöm szépen. <laughs> és ilyenkor érdemes a csoportos elvonulást gyakorolni egész addig, amíg ez a rázuhanó effekt ez megszűnik, és utána megint egy szólót, mert akkor meg az fog kibillenteni a komfortzónádba. Olyan kartról beszélünk, amelyet kőkemény kohóba, tűzbe, utána kovácsolod, megint tűz, megint kovácsolás, tűz, megint kovácsolás. A kovács az pontosan tudja, hogy az acélt hogy kell edzeni. Tehát a gyakorlatot az többféle környezetben végezzük. Amikor itt csoportosan gyakorlunk, az tényleg olyan, ahogy a nagymester mondta, hogy van egy hatalmas vajling vized, beleöntesz egy rakás sáros krumplit, és egy hatalmas rúddal elkezdett kevergetni, és akkor egymáshoz dörgölődve, a szó értelmében, ledörgölik egymásról a héjat, a sarat, a felesleges dolgokat, és ez az, amikor ez a forma működik. Tehát, hogy alapvetően nem fejezheted ki a véleményedet formás gyakorlat alatt, el kell viselni mások jelenlétét, mások impulzusai elképesztő karmákat, reakciókat hoznak föl benned, és ezt tudva gyakoroljuk ezt. És ezek után, amikor például ez az alapvető tisztulás megvan, hogyha szeretnél, akkor a tanítótól felkészítést kaphatsz egy egyéni elvonulásra. De addigra már ezektől a vaskosabb karmáktól érdemes megszabadulni, mert hogyha az egyénit kezded el úgy, ahogy a csoportost, úgy a falnak lehet menni, hogy az valami hihetetlen. Mert a csoport, amennyire úgy érzed, hogy gátol, nem gátol, tükröt tart, jelenlegen 38 félét, ott van a szemedben, ott van a jelenlétedben. És nagyon sokat segít a közös étkezés, közös éneklés, közös mantrázás, közös ülőmeditáció, ahhoz, hogy te normális maradj. Akik már ugye középhaladó fölött vannak, azok ilyen három nap, max egy hét elmehetnek, és érdemes ezelőtt a tanítóval beszélni, hogy ugyan már milyen étrend, milyen időrend, mire figyeljünk, stb. Nagyon ritka, hogy valaki 21 éves korában elkezdve, is 22 éves korában befejezve, pár hónapnyi szerzetesi novíciusi élét után úgy végezze el a száznapost, hogy a három lehetőség közül, amit közöltek vele, amikor fölkészítették, a megvilágosodás legyen az eredmény, és ne a megőrülés vagy a meghalás. Ezt mondták neki, ha ezt elkezdi, és így csinálja, ahogy, ez a három lehetősége van. És elérte a felébredés, de fizikailag olyan 6 hónap egy év volt, amíg összerakták utána. Az a doktor élete végéig a barátja volt. Én találkoztam vele élőben, mújú Gosanémnak hívták. Szöul és talán korra egyik legjobb akupunktúrás orvosa volt. Később úgy kapta vissza az életmentő segítséget, hogy Sung megmondta neki, hogy milyen elvonulásokat csináljon. Ez olyan eredménye járt, hogy amikor a mi szerzeteseink hozzájártak kezelésre, így utólag sajnálom, hogy nem voltam beteg, mert nem találkoztam vele. Mújugószal rád nézett, mondott valamit gyorsan a nővérnek, azok gyorsan beléd a tüket, és te feküdtél ott 20-25 percet, utána jött a következő beteg már 5 percen belül hozzá, és én kezelők voltak, úgyhogy te neked nem kellett mondani egy árva szót se. Látta. Energia rendszerettől kezdve a fizikai állapotodat. Konkrétan egy lengyel szerzetes bement, kis máj probléma, ránézett, great sun ez a nagy naptest, ez a tűzjang. Azon nyomra mert ekkora kötőtűszerű, ezért így ott bele, csak nézett jobbra balra, még egy párat a meridiánokba kapott, kijött egy ilyen kis váladék, elég csúnya színnel, tehát kikapkodták fél óra múlva belőle a tűt, kezébe nyomták orvosságot, és kész. Tehát ilyen szintig lehet vinni. Visszatérve az elvonulásra, többféle közegben kovácsolódik az ember, és a harmadikat szeretném most mellétenni, mert olyan marha jó hangzik, hogy hát az egyéni elvonulás, ez tényleg ilyen hősies, az csak ne szaladjál vele túl messzire, gyere vissza a csoportos elvonulásra, és aztán itt viseld el a többiek jelenlétét, és utána a harmadik az a mindennapi élet, kedves barátaim. A mindennapi élet a legkeményebb közeg. Pont a maga a szalagjával, meg a káoszával, meg a, az ellenszenves embereivel, és a saját feldolgozatlan karmád, hogy azt hiszed, hogy te már, te annyira, és úgy, és tényleg, és hát éppen, hogy nincs egy zembot a kezedben, már megkaphatnád, de még valamiért nincs, és akkor a karmád így fog, és így bam! És Úristen, hogy mondhattam én? hogy maradhattam tétlen, amikor cselekednem kellett volna, és az én drágalátos tiszta tudatom, amit eddig szóltam száz gyönyörű napon át, ippen cserben hagyott. Na, gyakorolni kell, az kész. Jó? Ezért mondta a nagymester, hogy elérné, oké, okay. megtartani nagyon komoly. Nem tudom, hogy én vagyok-e érzékenyebb rá, de az utóbbi időben rengeteg olyan emberrel találkozom, akinek mondok valamit, és látom rajta, hogy azt próbálja kitalálni, hogy mit akarok mondani nem azt hallgatja, amit mondok, hanem próbálja kitalálni, és próbálja körülérni, mit akarok valójában mondani, és föl sem merül benne, hogy azt, amit mondok. Ezt nagyon jól írtad le, én köszönöm ezt a rendkívül alapos diagnózist. Én azt látom, hogy a régi kínai bölcsek nagyon jól rátapintottak a csoportkarma sok-sok lehetséges jelölése közül a kínai öt elemre és a tizenkét állatjegyre, amelyek által ha jól látjuk őket, jelölhetünk egyéni páros, család és csoportos karmákat. Jelenleg egy víz évben vagyunk, amely a gondolkodásnak egy rendkívül komoly táptalaja. Ez általában a tudattalamból érkező kőkemény arhetipikus késztetésekre utal. Magyarul, ha túl gondolhatjuk, túl is fogjuk. Az év. Az egy patkányév, melynek a fix benső eleme és víziang. Ez azt jelenti, hogy gondolkodása négyzeten. A köbön, raklappal, tartályautóval, elképesztő mennyiségben. Azt veszem én is észre, hogy három-négy-ötszörös elme tevékenységgel oldjuk meg azt, amit egy mozdulattal meg lehetne oldani. Hát mindenkinek az a hő kívánságom, hogy ne gondolja túl. Ne ragozza túl. Ne mondjon felesleges, rokonértelmű mellékmondatokat. Ne használjon annyi hasonlatot. Egyszerűen, tisztán. Abban az esetben, amelyeket említettél, az elme szűrőrendszere több rétegben olyan komplexitással működik, hogy szó szerint nem hallja, vagy nem érti, vagy teljesen félreérti azt, amit a másik mond. Szókratész életében nagyon sok kiemelkedő mozzanat van, de az, hogy mindig meg akart bizonyosodni arról, hogy helyesen értette meg a beszélgető partnerek kijelentését, ez egy nagyon érdekes és néha elképesztő kísérlet, ugyanis kiderült, hogy folyamatosan nem értik azt, amit mond. Én is ezt javaslom. Tehát amikor ilyen tényleg magasrendű intellektuális társadalmást folytatsz, amely életednek a része, akkor bizonyosodj meg arról, hogy te megértetted-e a másikat, és hogy ő is megértette téged. És ez néha elképesztően alapos és nagy igényű munka. De érdemes, mert különösen egy ilyen nagyon túl gondolt évben olyan félreértésekre van lehetőség, hogy katasztrófa. Tehát minél gyorsabban reagál az okos intellektus a félreértés alapján, annál nagyobb hibát követel. Lassíts, vissza, állj! Mint a régi ugye, kapitányi hídon, ahogy jeleztek a gépháznak. Előre, gyorsan, teljes sebesség. Lassíts, vissza, állj! Meg kell tudni állítani a tudatot. Ezért van ennek a pontnak óriási jelentősége. Most megáll. Aztán indul is újra. Én már rájöttem arra, hogy adni sokkal jobb, mint kapni, és, és, és már nem az a célom, hogy én elérjem a kis vágyaimat, mert igazából nem érek el vele túl sokat, mert jönnek, aztán mennek, és ugyanúgy csak szenvedek és boldogtalan vagyok. Szóval hogyan tudnék én a mindennapi életben a legtöbbet, a legtöbbet segíteni és adni? És én egyébként azért gyakorlok, hogy minél jobb ember legyek, hogy, hogy azt is minél jobban csináljam. Tehát ha feladod az adás és a kapás ideáit, hogy jobb adni, mint venni, vagy jobb venni, mint adni, ebből ugye az előzőt szeretnéd. De hogyha nincs semmit, akkor mit tudsz adni? Mert visszautasítod a vevést. Például próbáld ezt ki a levegővel. Nagyon gyorsan kiderül, hogy ha te nem veszel levegőt, akkor nem tudsz adni sem. Láttál-e olyan mentőorvost, aki a mesterséges légzést úgy csinálta, hogy ő közben maga nem vett levegőt. Ugye olyan nincs. Tehát pillanatról pillanatra lásd meg, hogy most mi a helyes adni vagy venni. Ugye nem utasítanál vissza egy lottó ötös nyereményt. Vald be. Nem. Oké, tehát akkor venni is tudnál, és utána mit kezdenél vele? Hadd rövidítsem le a választ, valószínűleg adnál is belőle, hogy óvatosan hogy ne ugorjon rád az egész rokonság, de hogy szépen anonim módon, hogy ne tegyen tönkre a lottóötös, elkezdenél adni is. Nekik külön módszer, egy olyan koreográfiája van, amit el nem hiszel. Hogy veszed készhez a nyereményt? Hogyan fizetsz belőle adót? Hogyan bocsátod azt hogy jótékony szervezetek rendelkezésére? hogyan tartod meg, hogyan ruházod be, hogyan az belőle úgy, hogy közben az életed ne omoljon össze. Tehát adni is tudni kell, és venni is tudni kell, vagy amikor valaki az elképesztően kőkemény, duális érzelmeit dobja feléd, és nem menekülhetsz el a vacsora asztal elől, mert éppen hét éve a párod. Akkor tudni kell venni. Nem magadra, csak venni. Vedd az adást, és ne azonosulj velem. Az egyetlen egy irány, amit a kérdésedben megfogalmaztál, az az, hogy miben segíthetek. És ennek a miben segítheteknek szimmetrikusnak kell lenni, ami azt jelenti, hogy egy olyan út, amely a másik és a magad számára egyaránt járható, egyaránt a felébredés felé vezet. Hogyan nem veszed el a karmáját? és hogyan segíted úgy az úton, hogy mégiscsak megoldja azt a kérdést, amit addig nem tudott. Úrrá legyen azon a karmán, amelyen eddig nem tudott. Tehát mit kell nekem ahhoz adni és venni, hogy segítsem a másikat tisztábban látni, helyesebben beszélni és cselekedni. Tehát a miben segíthetek? Ez az igazi kérdés. Neked is, mindannyiunknak is. Én remélem azt, hogy együtt járjuk a buthák útját, elérjük a felébredést, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet!